Szükségállapot. Egy hónappal meghosszabbítják az április 16-án lejáró szükségállapotot, jelentette be Klaus Johannis államfő. Virágvasárnap. Rendkívüli helyzetben rendkívüli módon ünnepelték idén az egyházak a virágvasárnapot. Kórház. Aláírták a kolozsvári regionális kórház kivitelezési szerződését, a 100 fenesre tervezett kórház építkezése több évig fog tartani. Köszöntöm Önöket a híradóban! Egy hónappal meghosszabbítják az eredetileg április 16-áig érvényben lévő szükségállapotot. A vonatkozó elnöki rendeletet a héten dolgozzák ki, jelentette be ma Klaus Johannis államfő. Más országokkal, különösképpen Olaszországgal és Spanyolországgal ellentétben Romániában a koronavírus fertőzések száma alacsonyabb. Ez azt jelzi, hogy a hatóságok időben léptek, az óvintézkedések pedig hatékonynak bizonyultak. Így kezdte mai sajtótájékoztatóját Klaus Johannis államfő. Hangsúlyozta azonban, hogy a járvány még nem tetőzött Romániában, ezért semmiképp nem szabad még enyhíteni a szigoron, éppen ezért Románia szükségállapotban marad. Am ajuns la concluzia că va fi nevoie de prelungirea stării de urgență. Arra a következtetésre jutottam, hogy a szükségállapotot meg kell hosszabbítani. Arra kértem a kormányt, hogy jöjjön javaslatokkal, amelyeket majd az elnöki rendeletbe kell foglalni. A héten megfogalmazzuk az elnöki rendelet szövegét, és a jövő hét elején kibocsátom a szükségállapotot meghosszabbító újabb elnöki rendeletet. Ez teljes mértékben szükséges ahhoz, hogy féken tartsuk a járványt. Johannis jó hírként közölte, hogy a héten 2.500.000 egészségügyi védőmaszkot osztanak ki az orvosi személyzetnek, 5 milliót a rendfenntartó szerveknek, és további 8 millió áll majd a lakosság rendelkezésére. Emellett mintegy 500.000 egészségügyi védőfelszerelést kap Románia. Az államfő a járvány gazdasági vetületéről is beszélt. Elmondta, a gazdasági hatások már látszanak, ezért szükség van egy alapos költségvetés kiegészítésre, amelyben az egészségügyre, illetve a szociális szolgáltatásokra figyelnek a legjobban. A kormánytól azt kérte, mérje fel az idei bevételek és kiadások szintjét. Tekintettel a járványhelyzetre meghosszabbította a kormány a helyi választottak mandátumát, ami egyenlő a helyhatósági választások elhalasztásával. A választások időpontját nem tűzték ki, a mai kormányülésen elfogadott sürgősségi rendelet csak azt mondja ki, hogy a meghosszabbított mandátum legfeljebb év végéig maradhat érvényben. În această situație de criză nu se pot desfășura. Igen, miniszterelnök úr, nyilvánvaló, hogy ebben a válsághelyzetben nem lehet választási kampányt lebonyolítani, és a választásokat járványügyileg stabil helyzetben kell megszervezni. Ezért az állandó választási hatóság, a belügyminisztérium és a közigazgatási minisztérium sürgősségi rendeletet készített elő a helyi választottak mandátumának meghosszabbításáról, de legfeljebb 2020. december 31-éig. Aleșilor locali până nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020. Meghaladta a 4000-et az igazolt fertőzöttek száma Romániában a stratégiai kommunikációs csoport ma déli tájékoztatása szerint. Eddig 162 személy hunyt el koronavírus fertőzésben az országban. Romániában máig 4057 igazolt fertőzöttet vettek nyilvántartásba. Az elmúlt 24 órában 193 új esetet regisztráltak, ami a legkisebb szám az utóbbi egy hétben. A fertőzöttek közül 179 személyt ápolnak intenzív osztályon, a gyógyultak száma 400 fölé emelkedett. Az elmúlt időszakban az országban több mint 40.000 koronavírus tesztet végeztek el. Az otthoni elkülönítésben tartózkodó személyek száma meghaladja a 100.000-et, közülük az elmúlt 24 órában 56 személy elhagyta otthonát, ezért intézményes karanténba kerültek. A karanténban lévők száma is növekszik, számuk megközelíti a 24.000-et. 315 személy ellen indult büntetőeljárás a fertőzés megállításának akadályozása miatt. A kijárási tilalmat egy nap alatt közel 9500 személy szegte meg. A kirót büntetések értéke meghaladja a 21 millió lejt. A legtöbb fertőzött továbbra is Suceava megyében van, 1228 eset, míg Bukarestben 566 fertőzöttet vettek nyilvántartásba.
Hargita megyében eddig 3 esetet jelentettek, míg Kovásznában 52, Marosban 56, Konosban 114, Biharban 52, Szatmárban 25, Szilágyban 10, Brassóban 138, Arad megyében pedig 157 esetet tartanak számon. Külföldön 627 fertőzött román állampolgárt vettek nyilvántartásba, közülük 29-en elhunytak. Európa szinten több mint 500 000 megbetegedésről számolnak be, a halottak száma pedig megközelíti az 50 000-et. A legtöbb regisztrált fertőzött továbbra is Spanyolországban, Olaszországban, Németországban, Franciaországban és az Egyesült Királyságban van. Jelentősen nőtt világszerte a megbetegedések száma, megközelíti az 1 300 000-et. A legtöbb esetet, 340 000 fertőzöttet az Egyesült Államokban tartanak nyilván. Az elhunytak száma elérte a 70 000-et, közülük 15 000-en Olaszországban vesztették életüket a vírus miatt. Közben 264 000 szemét gyógyultnak nyilvánítottak. Újabb rendkívüli intézkedéseket jelentett be a belügyminisztérium a hétvégén, ezeket a 7-es számú katonai rendelet szabályozza. Veszegzár alá vonták a Jelomica megyei Csandareit, mivel a város a járvány egyik romániai gócpontjává vált. Ugyanakkor vasárnap 23 órától 14 napra felfüggesztettek számos repülőjáratot is, jelentette be már Csővélá belügyi tárca vezető. Cu privire la situația internațională. Având în vedere că multe țări au intrat în zona roșie. Tekintettel a nemzetközi helyzetre, illetve arra, hogy számos ország piros zónának számít, az Országos Közegészségügyi Intézet felmérése alapján úgy döntöttünk, hogy felfüggesztjük az összes kereskedelmi járatot Ausztria, Belgium, Svájc, az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Írország, Hollandia, Törökország és Irán irányába, illetve ezekből az országokból Romániába. A 7-es számú katonai rendelet továbbá szabályozza, hogy a 2,4 tonnánál nagyobb teherszállító járművek beléphetnek az országba, ha a gépjárművezető tünetmentes. Az érintettnek saját felelősségre kell nyilatkoznia arról, hogy hol tartózkodik majd Romániában. A helyi önkormányzatok kérésére további szükségszállásokat biztosítanak az egészségügyi dolgozóknak a helyi szállodákban. Ugyanakkor a törvénytelen fakivágás visszaszorítása érdekében a hadsereget is bevonják az erdészeti bűncselekményeket kiszűrő ellenőrzésekbe. A belügyminiszter jó hírként közölte, hogy engedélyezni fogják a külföldön munkát vállaló szezonmunkásokat szállító charterjáratok indulását a célország illetékes hatóságainak jóváhagyásával. Ez alól kivételt képeznek az egészségügyben és a szociális védelem terén munkát vállalni szándékozó személyek. Raed Arafat államtitkár elmondta, jelentős mennyiségű szállítmányt sikerült leszerződtetni. Vor fi distribuite in ultimele 48 de ore. Ez azt jelenti, hogy 48 óra alatt több mint 300 000 FF2-es típusú védőmaszkot osztunk ki. A jövő hét folyamán a Védelmi Minisztérium közbenjárásával a magyarországi NATO repülőbázis egy gépe amerikai kollégáink segítségével 100 000 védőruhát hoz majd Romániába. Bogdan Despescu államtitkár elmondta, a hatóságok az elkövetkező időszakban is fokozottan ellenőrzik majd a katonai rendeletek betartását. A koronavírus járvány kitörése óta több mint 130 000 bírságot rótt ki a rendőrség, összesen több mint 170 000 000 leértékben. A Maros megyei sürgősségi kórház 102 alkalmazottja vonult otthoni karanténba, miután koronavírussal fertőzött személyekkel léptek kapcsolatba, tájékoztatott a Maros megyei kormánybiztosi hivatal. A kórház vezetősége szerint a bizonyítottan fertőzött alkalmazottjuk jól van, a lakhelyi elkülönítésben lévő dolgozóik pedig tünetmentesek. Önkéntes házi karanténba vonultak a Maros megyei sürgősségi kórház alkalmazottai, miután koronavírussal diagnosztizált személyekkel érintkeztek. A kórház összesen 102 orvosa, asszisztense, valamint a kisegítő személyzethez tartozó alkalmazottja került otthoni elkülönítésbe. Összesen 102 ember van, mert két külön esetről beszélünk. Először 51 kórházi alkalmazott vonult önkéntes karanténba, mert érintkezte koronavírussal fertőződött személlyel. Valamint további 51 kórházi alkalmazott van házi elkülönítésben, miután az egyik dolgozónak pozitív lett a koronavírus tesztje. A kórház közleménye szerint az elkülönítésbe vonuló egészségügyi személyzeten nem végeztek koronavírus tesztet, de figyelemmel követik, hogy jelentkeznek-e rajtuk a tünetek.
Az új protokoll értelmében nem tesztelik azokat, akik gyanús esetnek számítanak, de nem mutatják a kórtüneteit. Esetükben csak 14 napos házi elkülönítést javasolnak a hatóságok. Az intézmény munkatársai közölték, jelen pillanatban mind a vírust elkapott orvos, mind az elkülönítésbe kényszerült személyzet tagjainak jó az egészségügyi állapota. Országszerte egyre több településen válik kötelezővé az egészségügyi védőmaszk viselése. Az egészségügyi szakemberek szerint a védőmaszk csökkenti a fertőzés veszélyt. A Máramaros megyei Katasztrófavédelmi Bizottság elrendelte mától kezdődően az egészségügyi védőmaszk kötelező használatát Máramarosban. Az óvintézkedés Gabriel Zétia, a Máramaros megyei tanács elnöke tájékoztatott a megyei önkormányzat közösségi oldalán. A rendelkezés nem csak a megyében lakókra vonatkozik, hanem az átutazókra is. A maszkot közterületen, valamint a munkahelyen kell hordani, függetlenül attól, hogy a viselője tünetmentes vagy sem. A közlemény szerint a maszk akár otthon gyártott, kendő vagy akár sál is lehet, a lényeg, hogy az orr és a száj el legyen takarva. A híradónk által megkérdezett családorvos szerint, bár az egészségügyi védőmaszk nem nyújt teljes védettséget, viselése ajánlott. Bizonyos mikron szinten ezek a nyálcseppek azért átmennek, tehát azt a méretet, amit aeroszolnak nevezünk, az azért átmegy, de mégsem olyan mennyiségben. A nagyobb nyálcseppeket felfogják ezek a maszkok, így valóban valami logika van benne, hogyha lehet, akkor inkább használjuk. Tehát nem ad tökéletes védettséget, de bizonyos mértékben védi a használót, illetve a környezetet. Vászlui és Galac megyében is kötelező az arc eltakarása nyilvános helyeken. A napokban egyébként egy hasonló rendelet szivárgott ki Maros megyében is, amelynek értelmében kötelezővé válik a védőmaszk használata. A megye kormánybiztosa elmondta, a vonatkozó rendelet egyelőre csak tervezett, de várhatóan a mai nap folyamán már szavazásra bocsátják. Riadalmat okozott Szovátán, miután elterjedt a hír, hogy egy helyi lakos bizonyította megfertőződött a koronavírussal. Az Ausztriából hazaérkező fiatalembert 2 hete kezelik a Marosvásárhelyi Fertőző Kórházban, telefonon számolt be tapasztalatairól. Még mindig pozitív a tesztje a szovátai Gál Csabának, akit a Marosvásárhelyi Kórházban kezelnek. Ugyanakkor a Csabával hazautazó másik 4 személynek lejárt a kötelező 14 napos házi karanténja, rajtuk nem végeztek tesztet és tüneteik sincsenek. A Sóvidék Televízió a hamis információk és szóbeszédek eloszlatása érdekében kereste fel az Ausztriában dolgozó és onnan hazaérkező sóvidéki fiatalokat. Gál Csaba, aki elkapta a fertőzést, elmondta, a teszt elvégzésekor mintát vettek az orr és nyálka ártyából. Eddig 2 tesztet végeztek el rajta, és mindkettő pozitív lett. Gál Csaba az intézményes karanténban töltött tapasztalatairól mesélt. Az egész úgy kezdődik, hogy független attól, hogy az állapotod mennyire súlyos, ha szerint kezeljenek, ugye? Hát szerencsére nekem lázam volt, hátfájás és ilyen kisebb tünetek, ugye, amik arra utaltak, hogy koronavírusom van. Gyógyszeres kezelés van, torokra, gyomorra, fejfájás ellen különböző gyógyszereket használnak, ugye, meg ugye lázad van, torkod fáj. A Csabával hazautazó másik 4 személy tünetmentes, és mindenki betartotta a házi elkülönítést, tesztet azonban nem végeztek rajtuk, mondta Berkeci Emőke. Nem volt semmilyen teszt, tehát mi, mikor hazajöttünk, kellett jelentkezzünk a polgármesteri hivatalnál, tehát telefonon ugye, családorvosnál, viszont ők minden nap hívtak a DCP-től is, 2-3 naponta, ellenőrizve voltunk rendőrség által, ők jöttek, mindig megnézték, hogy otthon vagyunk, hogy ne tudjunk kimenni, hogy nehogy kimozduljunk, és minden nap a családorvosnál kellett jelenteni, hogy érezzük magunkat. A hazaérkezők továbbá elmondták, senkivel sem érintkeztek, amióta itthon vannak, és amíg Csaba tesztje nem lesz negatív, addig ők sem jönnek ki a házi karanténból, hogy megnyugtassák ezzel a szovátai és sóváradi lakosságot. Maszkok varrására keres önkénteseket a Gyergyószentmiklósi önkormányzat. A Gránátalma Egyesület varróasszonyai már készítettek 100 maszkot, ezeket már el is juttatták a városban élő időseknek. Védőmaszkok készítésére kérte fel a varni tudó, önzetlen segítségnyújtása hajlandó személyeket a Gyergyószentmiklósi önkormányzat. A maszkokat a 65 év fölötti személyeknek szánják, mivel őket kell a leginkább óvni ebben a helyzetben. Gyergyószentmiklóson 3750 személy tartozik ehhez a korosztályhoz.
Elsőként a Gránátalma Egyesület varróasszonyai jelentkeztek, hogy segítenének. 100 darab maszkot készítettek. A Gránátalma Egyesület asszonyainak, akik egy kicsit jártasabbak vagyunk a tűforgatásban, esetleg a gépi varrásban is, hát arra gondoltunk, hogy készítünk maszkot, és ez a védőmaszk segítségére lehet azoknak, akik a rászorulóknak a megsegítésében egyfajta biztonságot nyújthat. A Vöröskereszt önkénteseinek segítségével házhoz is szállították az elkészült darabokat, a legidősebbeknek juttatták el a maszkokat, becsomagolva, sterilen, használati utasítással ellátva a postaládákba helyezték, így elkerülve a személyes érintkezést. Aki a továbbiakban is vállalna még varrást, az a jószomszédok@gyergyószentmiklos.ro e-mail címen jelentkezhet. Idén a koronavírus járvány miatt csak elektronikus formában nyújthatták be pályázataikat a civil szervezetek a Hargita megyei tanácsnál. Az önkormányzat is online felületen összesítette a beérkező pályázatokat. Február közepén hirdette az idei évre szóló pályázatait a Hargita megyei tanács, a program támogatására összeállított iratcsomókat pedig március végéig adhatták le a pályázók. A koronavírus megelőzése érdekében elrendelt szigorítások értelmében az idén elektronikus formában pályázhattak a civil szervezetek. A tanács oldalára felkerült az összes beérkezett pályázat a pályázó nevével és címével együtt. Arra kérnék minden civil szervezetet, minden sportegyesületet, aki letett pályázatot, hogy keresse meg, nézze meg, nyissa meg ezt az oldalt, rajta van-e a saját civil szervezetének letett pályázata, vagy letett benyújtott pályázatai, és amennyiben nincs, de igazolni tudja azt az e-mailek közül, hogy el volt küldve még március 26-án déli 12 óra előtt, akkor azt küldje újra. A megyében bejegyzett civil szervezeteknek és egyházaknak minden évben lehetőségük van pályázni, többek között ifjúság és kulturális tevékenységekre, családi és turisztikai programokra, sporteseményekre, amelyekre a Hargita megyei tanács vissza nem térítendő támogatást nyújt. Az idei pályázati kiírások értéke több mint 2 millió lej. Aláírták a Kolozsvári Regionális Sürgősségi Kórház finanszírozási szerződését. A beruházás értéke közel 500 millió euró. A pénzt Európai Uniós alapokból a regionális operatív program keretében hívják le. Aláírták a Kolozsvári Regionális Sürgősségi Kórház megépítéséről szóló finanszírozási szerződést. A tervek szerint a regionális kórház a Kolozs megyei sürgősségi kórház teljes tevékenységét helyettesíteni, és más kolozsvári kórházaktól is átvenne részlegeket. Ludovik Orbán egy múlt heti kormányülésen jelentette be, hogy a kormánynak sikerült az egészségügyi és a fejlesztési minisztériumon keresztül aláírni a finanszírozási szerződést a Kolozsvári Regionális Sürgősségi Kórház felépítésére. Sikerült felgyorsítaniuk az eljárásokat, a kimenetele pedig a Kolozsvári Regionális Kórház megépítésére vonatkozó, mintegy 500 millió euró értékű finanszírozási szerződés aláírása. Az első erdélyi regionális kórház a Kolozsvárral szomszédos Százfenes községben épül majd fel 11 hektár területen. Az épület 152.000 négyzetméter hasznos alapterülettel, egy kétemeletes föld alatti parkolóházzal és helikopter leszállóhelyjel is rendelkezni fog, és 849 beteg ellátására lesz alkalmas. A Kolozs megyei prefektus Mircea Abrudian híradónak elmondta, a projekt a finanszírozási szerződés aláírásának köszönhetően célegyenesben van, ezután következik a műszaki tervek megvalósítása, majd a kivitelezés, amelynek időtartam a 107 hónap. Annak ellenére, hogy Kolozsváron megvan a szükséges felszerelés és vannak képzett egészségügyi dolgozók, infrastruktúra szempontjából nagy szükség van az új kórház megépítésére, ugyanis jelenleg 100 éves épületekben látják el a betegeket. Természetesen egy új épület, vagyis egy új épület együttes nagyon nagy segítség Erdélynek. Látjuk, hogy ebben az időszakban a koronavírus fertőzés plusz okot ad arra, hogy értékeljük az ehhez hasonló kezdeményezéseket, ugyanis feltétlenül szükséges a mai társadalom számára. Mircea Abrudian hozzátette, a Kolozs megyei prefektúra eddig is támogatta a kórház építését, és biztosított róla, hogy az építkezési engedélyek megszerzését is támogatni fogja, annak érdekében, hogy minél rövidebb idő alatt lehessen elkezdeni az építkezést. Tegnap volt virágvasárnap, Jézus diadalmas jeruzsálemi bevonulásának ünnepe. A koronavírus járvány miatt azonban elmaradtak a hagyományos körmenetek, elhalasztották a konfirmációt. A hívek online követhették az ünnepi istentiszteletet, szentmisét.
A keresztény világban Jézus Jeruzsálembe való diadalmas bevonulásának emlékünnepe a húsvét előtti virágvasárnap, a nagybőjt kiemelkedő ünnepe. A húsvéti ünnepkör kezdetén, virágvasárnapon tanúbizonyságot tesznek hitükről a protestáns konfirmálók, de idén a koronavírus járvány elterjedése miatt az ilyenkor szokásos közösségi alkalmakat későbbi időpontra halasztották. Az Isten tiszteleteket pedig online közvetítések által követhetik a keresztények. Hiszem azt, hogy Istennek célja van ezzel is, hogy így az éteren keresztül hallják az emberek az Isten igéjét. Talán ez a bezárkózottság, talán ez az egymástól való távol lét egy kicsit eszébe juttatja az embereknek azt, hogy milyen fontos a közösség, milyen fontos együtt lenni akár családban, akár barátokkal, akár a gyülekezetben. A barkaszentelést a virágvasárnap jellegzetességeként tartják számon. A katolikus egyház a feltámadást és az új életet a barkaágak megszentelésével ünnepli, de a hagyományos körmenet az idén elmaradt. Hát a szentmise elején elvégeztük ezt a szertartást, megáldottuk a friss hajtásokat, és ezen keresztül átéltük azt, amit nagyon a virágvasárnapjára emlékezve üdvözítünk jeruzsálemi bevonulásakor, ünnepélyes bevonulásakor, a szenvedésre való bevonulásakor próbált nekünk tanítani, illetve értünk áldozatot vállalt. A lelki vezetők mindent megtesznek annak érdekében, hogy ebben a nehéz időszakban Isten igényén keresztül rendíthetetlen támaszt nyújtsanak a gyülekezeti tagoknak. A koronavírus járvány a kistermelők értékesítési lehetőségeit is korlátozza, noha növekvőben van a helyi termékek iránti kereslet. Az új helyzetben kezd megerősödni az alternatív élelmiszerkereskedelem, egyre népszerűbb az előrendelés és a házhoz szállítás. A kistermelők értékesítési lehetőségeit is megnehezítette a koronavírus járvány. A gazdák a hatályos előírások betartásával nyugodtan végezhetik tevékenységeiket, azonban gond van a termékeik elszállításával a forgalmazók felé. A kolozsvári helyi termékeket forgalmazó Bejön a vidékbolt is nehézségekbe ütközik, ugyanis nagyon sok beszállítójuknak egyre nehezebben sikerül behozni a termékeiket az üzletbe. Éppen ezért keresnek megoldásokat arra, hogy a beszállítói lánc visszaálljon, a termékek feltöltése folyamatos legyen, és minél több vásárló igényeit ki tudják elégíteni. A bolt vezetője Fancsali Ernő elmondta, pozitívum, hogy a mostani helyzetben megnövekedett a helyi termékek iránti kereslet. Eddig években úgy éreztem, hogy nem kaptak elég figyelmet, és mostani helyzet, amikor bizonytalanok a külföldi szállítmányok, lehetne esetleg megerősíteni a kisebbeket azzal, hogy tőlük vásárolunk, és növelni a belső termelést, és gyakorlatilag egészségesebben is tudunk tanítani. Hozzátette, bár a bolt forgalma megcsappant, az előrendeléses csomagátételes megoldással sikerült stabilizálni valamennyire a helyzetet. Annak érdekében, hogy minél kevesebb időt töltsenek bevásárlással, a vásárlók a tőlük megrendelt termékeket előre megbeszélt időpontban vehetik át az üzletben. A közel egy évig tartó restaurálást követően tegnap ismét használatba adták a Marosvásárhelyi Kultúrpalota Rieger orgonáját. Az avató ünnepséget a kijárási tilalom miatt interneten, illetve a rádióhullámokon keresztül követhették a zenekedvelők. Ezeket a felvételeket még tavaly júliusban készítettük, akkor az éppen zajló orgona restaurálás rejtelmeibe vezetett be Magyar Árpád. Ha itt van egy rézlemez, például ez a sipegy, ez egy vonos hangszert utánoz, ez meg megint egy fugolá. És különbözik a karakterük. Azóta a munkálatokat befejezték, már a minden síp és relé a helyére került. Vasárnap Molnár Tünde orgonaművész avatta fel a restaurált hangszert. A koronavírus járvány miatt a közönség csak interneten és rádióhullámokon keresztül élvezhette a játékot. A kultúrpalotát ügykezelő Maros megyei múzeum igazgatója szerint ritkaság számba megy a birtokukban levő több mint 100 éves Rieger orgona. Egyik különlegessége, hogy a 63 sípsor mind a 4463 sípja eredeti. 1980-ban volt utoljára felújítva, és hát ez alatt a 40 év alatt jelentősen
károsodott az orgona sípoknak ugye a fizikai állapota. Hál' Istennek nem hiányzott semmi, minden a helyén volt, viszont nagyon sok síp ugye meg volt ereszkedve, görbülve. Ugyanígy a regiszterek közül is jó néhány nem működött. A Marosvásárhelyi Kultúrpalota Rieger orgonájának felújítása 100 ezer euróba került. A költségeket Európai Uniós pályázatból fedezték. Képzeletbeli mérkőzés karitatív céllal, sporthírekkel folytatjuk. Képzeletbeli karitatív mérkőzést rendeznek április 9-én Sepsiszentgyörgyön az épülő új stadionban. A jótékonysági akciót a sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK labdarúgó csapat és a sepsiszi kosárlabda csapat szurkolói, a Székely Légió, a csíkszeredai Lokálpatrióták, valamint a Transylvanian Fanatics szervezte. A járvány miatt a mérkőzésre nem kerül sor, de a szervezők jegyvásárlásra buzdítják a székelyföldi sportkedvelőket. Most, hogy szeretett sportágaink küzdelmeinek hirtelen vége szakadt, az élet hív ki minket mérkőzésre, amely úgy tűnik az utóbbi idők egyik legkeményebb megméretetése lesz, ahol mindenkire szükség van ahhoz, hogy helytálljunk. Ezzel a felhívással buzdítják a szervezők jegyvásárlásra a sepsiszentgyörgyi és csíkszeredai sportkedvelőket. A szurkolók a támogatói jegyek értékesítésével szolidaritásukat és támogatásukat szeretnék kifejezni a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf megyei sürgősségi kórház és a csíkszeredai megyei sürgősségi kórház munkaközösségeinek fáradhatatlan munkájukért. A begyűlt pénzösszeget nekik ajánlják fel. Ezt egy nagyon jó kezdeményezésnek tartom, ezáltal tudjuk mutatni az erőnket, tudjuk támogatni az egészségügyben dolgozókat, mind Sepsiszentgyörgyön, mind Csíkszeredában, így adunk egy keveset, majd reméljük, hogy kapunk is, de reméljük, hogy nem nagyon kell. Már több ezeren vettek jegyet erre a képzeletbeli mérkőzésre, köztük a mi családunk is 4 darab jegyet vásárolt, köztük egy 75 éves mamával, aki a legnagyobb OSK szurkoló, és hajrá Székelyföld! A belépők ára egységesen 15 lei, egy ember bármilyen számú belépőt vásárolhat. A jegyek online egészen a mérkőzés napjáig, április 9-ig megvásárolhatóak. Ez volt a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.